A Zemplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Mai műsorunkban összefoglalót láthatnak a Crescendo Nyári Akadémia koncertjéről, a Márai programról és a Lavotta Kamarazenekar adventi koncertjéről. Tartsanak velünk! Nem tévesztett évszakot a Crescendo Nyári Akadémia, amikor a Református Kollégium imatermében adott szalonkoncertet. A szervezők egészséges jelenlétet szeretnének elérni Sárospatakon. A fagyos időben lélekmelengető koncertet adott egy helyi zongoraművész, és az alig két éve alakult Szervánszki kvártett is bemutatkozott. Jól ismert program a forróságban a Crescendo Nyári Akadémia Sárospatakon. A világ minden tájáról érkező tanárok és diákok idén valósították meg egy régi dédelgetett álmukat, mégpedig azt, hogy folyamatos kapcsolatot tartsanak fenn a zeneszerető közönséggel. A megoldás a havonta jelentkező szalonkoncert sorozat lett. Egy régi álmunk vált valóra, nagyon régóta szerettük volna, és nagyon régóta gondolkodtunk azon, hogy hogy lehetne azt, amit nyáron csinálunk, valahogy évközben is lehozni Sárospatakra. És ahogy gondolkodtunk a Crescendo Nyári Akadémia vezetőségével, az az ötletünk támadt, hogy mi lenne, ha megkérdeznénk a diákokat, hogy van-e kedvük évközben zenélni, van-e kedvük lejönni Sárospatakra, adni egy koncertet, hogy a közönségünkkel kapcsolatban maradjunk egész évben. Mi volt az alapindítatása, hogy egyáltalán azon kezdtetek el gondolkodni, hogy egész évben jelen legyen a Crescendo? Szerettünk volna folyamatos kapcsolatot tartani a közönségünkkel. Ezen kívül szerettünk volna lehetőséget biztosítani a diákjainknak, hogy megmutatkozzanak nem csak nyáron, hanem megmutatkozhassanak évközben is. Nyáron nagyon sokan vannak, és nem mindig jut idő arra, hogy mindenki megmutassa, hogy mi az, ami igazán benne van. És egy-egy ilyen koncert alkalmával azért egy zenekarnak, egy szólistának lehetősége van akár egy másfél órán keresztül is játszani, mert nyári akadémiában ugye bele kell, hogy sűrítve legyen egy 5 percbe, hogyha mondjuk egy gálakoncerttel játszik. Mennyire volt ez kapós az ötlet, hogyan fogadták a diák? Nagyon sok jelentkezést kaptunk, több mint 40 diák mondott igent arra a felkérésünkre, hogy csatlakozzon ehhez a programhoz. Ezek közül válogattuk ki azokat, akik egy csoportba valók, ezek közül válogattuk ki azokat, akik időben akkor tudnak lejönni, amikor mi ezt szervezni kívántuk. Az a tervünk, hogy minden hónap második csütörtökén szervezünk egy ilyen koncertet, nem tudjuk, hogy az erőnkből telik-e erre. Nagyon bizakodóak vagyunk, a diákok nagyon lelkesek, és szeretnénk ezt a programot folytatni a jövőben is. A mai résztvevőkről mit kell tudni? A Szervánszki kvartett brácsistája, Krenedics Katalin, régóta a Crescendo Nyári Akadémia növendéke. Tanulmányait éveken keresztül Dudás Eszternél folytatta, aki az alapítványunk igazgatója, innen a régi kapcsolat. És amikor megkerestük őt, hogy volna a kedve részt venni a Crescendo Salon koncert programjában, akkor azt mondta, hogy hogyne, sőt, hozza az egész kvartettet, és így került ide a Szervánszki kvartett. De az volt a tervünk, hogy nem csak megjelenünk Budapestről, hogy lehoztunk pár zenészt, hanem tényleg az a célunk, hogy közelebb hozzuk az emberekhez azt, amit csinálunk, és hogy lehet közelebb hozni annál, mint hogyha azt is színpadon látják, aki Sárospatak szülötte. Amikor Lászlót megkerestük, ő egyből igent mondott, és egy rövid darabbal csatlakozott ez a mai estéhez, és színesítette azt, és nagyon reméljük, hogy a jövőben is folyamatosan fogunk tudni sárospataki fiatal művészeket bemutatni. A szalonkoncerteken arra is törekednek, hogy helyi tehetségeknek is lehetőséget biztosítsanak.
Hát igazából nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy felkértek erre a szereplésre. Már 4 éve játszottam is ezen a Crescendo nyári művészeti akadémián. Nagyon megtetszett, és igazából nem is gondolkodtam ezen, hogy elfogadom-e, vagy nem, automatikusan jött. Kérem számodra a zene, hogyan élted meg, hogy felépettél most ebbe az új sorozatban, ami van a Crescendo-ban, és ráadásul a legelsők között? Hát nagyon örültem neki, eddig csak a régi Crescendo-t ismertem, de most örülök, hogy ebben az újfajta koncertsorozatban is megmutathattam a tudást. A Szervánszki Kvartett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból alakult 2009-ben. A kvartettezést és a közös zenélés iránti motivációt Rolla Jánosnak köszönhetik, aki a Liszt Ferenc Kamara Zenekar művészeti vezetője. A zeneakadémiai évek során lehetőségük volt olyan jelentős művészektől tanulni, mint Gulyás Márta, David Sándor, David János, Wagner Rita, Botvai Károly, Hargitai Géza és Rolla János. A Vonós négyes országos és nemzetközi versenyeken szerepelt nagy sikerrel. 2010-ben a Budapesten rendezett Weiner Leo Kamara zenei versenyen kvartett és vonós trió kategóriákban első díjat nyertek, ugyanebben az évben tavasszal felléptek a Debrecenben rendezett Dohnányi Ernő Kamara zenei találkozón, ahol nívódíjban részesültek Dohnányi Ernő Szerenát című művének előadásáért. Őket hallgathatta a sárospataki közönség. 2009-ben alakult a Szervánszki Vonós négyes Rolla János motivációjára. Nekik köszönhetően álltunk neki a Vonós négyes mesterségnek a első játítására. A Vonós négyes tagjai jelenleg Szervánszki Natasa, aki a Szervánszki Endre zeneszerzőnek a unokája. Ő csellista. A Krenelics Katalin Brácsa, Laskai Zsuzsa a második hegedű, és én magam, Stefko Mihály, igyekszem vezetni a csapatot. Viszonylag rövid ideje vagytok együtt, még azért kell ahhoz, hogy idő, hogy igazán összeszokottak legyetek, bár ennek ellenére nagyon jól megy, ezt a mai napon is tapasztalhattuk, viszont már jó elismeréseket tudhatok a hátatok mögött. Nos, hát igen, ez a 2 év vagy 3 év maximum, ami így a munkán adódó, az nem sok. Hát hosszú távra tervezzük a dolgot. Bízunk abban, hogy minél több lehetőséget, és ugyebár a mai koncert is azt mutatja, hogy minél többet tud a csapat, az együttes színpadon lenni, és adni a közönségnek élményt, abból mi és mindannyian a legtöbbet tanulunk. Tulajdonképpen ez lenne a cél, hogy a szereplések és a fellépések azok minél sikeresebbek és jobbak legyenek. A Crescendo az itt Sárospatakon ismert már jó ideje, de főként a nyári szezonban, most viszont télen hozott ide nekünk egy nagyon szép estét ebben a hideg téli napon. Ti hogyan éltétek meg, hogy elsők voltatok, és ti voltatok idézőben a fő attrakció ugye a mai estén? Nos, nagyon, nagyon örültünk annak, hogy meghívtak bennünket, és itt lehettünk, itt játszhattunk. Tulajdonképpen a mai koncert az abból a szempontból fontos, hogy ugyebár a nyári akadémia a nevében is benne van a nyára vonatkozólag, akkor zajlik, és hogy a közönséget, a zeneszerző közönséget, akik vágynak igazából kikapcsolódni, és együttesekkel megismerkedni, közelebb kerülni a zenéhez, azoknak a úgymond kapcsolattartáshoz szükségesek ezek a koncertek télen is, és tavasszal is, és minden időszakban, minden mennyiségben, azt hiszem, hogy fontos. Te személyesen hogyan érted meg ezt a sárospataki fellépés szereplést? Nos, mielőtt én önkritikus vagyok, ezért nem mondhatom nyugodt szívvel, hogy ez egy 120%-os produkció lett volna, de
Én úgy éreztem, hogy a közönség az hozzá, ránk vagy hozzánk tudott kapcsolódni a darabokhoz, és tudta követni, élvezni, valami érteni, és velünk együtt közreműködni a koncert során. A Crescendo szalonkoncert első állomásán kiderült, hogy jó döntést hoztak a szervezők az egész éves jelenlét érdekében, és hogy van jövője a Szermánszki Quartetnek. Kultúra és az olvasáskultúra népszerűsítését tűzte ki célul a Nemzeti Kulturális Alap, amikor meghirdette a márai programot. Ennek első lépése volt a könyvtár támogatás. A szakma nagyon örül ennek a támogatásnak, hiszen ennek segítségével szépirodalmi és tényirodalmi könyvekkel gyarapodott a könyvállományuk. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár igazgatójával arról beszélgettünk, hogy mit jelent számukra a most induló márai program. A Nemzeti Kulturális Alap az olvasáskultúra népszerűsítése érdekében meghirdette a márai programot. A szakma által már nagyon várt program első lépcsője megvalósult. A rendkívül összetett projekt legjelentősebb lépése a könyvtár támogatás, melynek segítségével a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár is gyarapíthatta könyvállományát. Nagy örömmel fogadtuk, hogy ebben a programban a mi könyvtárunk is részt vehetett. Miniszteri döntés értelmében a Nemzeti Kulturális Alap lebonyolításával bevonva a könyvtárellátó közhasznú non-profit Kft.-t bonyolították ezt a programot, ami azt jelenti, hogy előzetesen egy kiválogatott, szakértők által kiválogatott lista alapján lehetett a könyvtáraknak a meghatározott összegben könyveket rendelniük. Tehát itt pénzforgása nem történt, hanem könyvek választása és a könyvek leszállítása történt a könyvtárakba. A program célja az volt, hogy a szereplőket támogassák, azokat a szereplőket, akik a könyvek kiadásával, forgalmazásával foglalkoznak, ne feledkezzünk el a szerzőkről sem, a könyvtárakról, akik ezt közvetítik, és a végcél természetesen az olvasó, mert itt az olvasás népszerűsítése volt az elsődleges cél, és olyan könyvek kerülhettek a könyvtárakba, amelyeket költségvetési források hiánya miatt nem tudtak megvásárolni. Könyvtárunk 650 ezer forint értékben választhatott könyveket, ennek a fele tényirodalom, a másik fele pedig szépirodalom lehetett. A lista az bőséges volt, tehát volt miből választanunk, meg voltak határozva olyan minimumok, alapművek, amelyeket javasoltak a könyvtárak számára, de ezeknek a nagy része nálunk már megtalálható volt eddig is. Nagyon szép könyvek kerültek így hozzánk, nem lehet azt mondani, hogy a raktárakban porosodó könyveket osztották szét, hanem nagyon értékes könyvek kerülhettek így a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. Egy érdekességet említenék, dr. Csorba Csabának a tavaly éven megjelent könyve, ami a várakról szól, a felvidéki várakról, amelynek könyvbemutatója is zajlott egyébként nálunk. Ezen a listán szerepelt, és így több példányban meg tudtuk vásárolni, mert feltételeztük, hogy a szerző maga is, és a téma is érdekelheti az olvasókat. Irodalmi, nagyon szép irodalmi könyvek kerültek hozzánk, ismeretterjesztő könyvek, gyermekirodalom és felnőtt irodalom egyaránt. Hangos könyveket is tudtunk választani, 20 darab hangos könyv került így hozzánk. Érdekességként a Mazsola és Tádi, ami azt hiszem nem csak az én gyermekkorom kedvenc meséje volt,
hanem mások is szívesen nézték annak idején a televízióban, most hangos könyvben meg tudják hallgatni. Márai könyvet is lehet hangos könyvben például hallgatni, tehát ez is került hozzánk, vagy szép irodalmi műveket, amelyeket népszerű színészek olvasnak föl, tehát nem egy monoton felolvasásra kell gondolni, hanem előadás. Összességében 256 darab könyv és 20 darab hangos könyv érkezett a könyvtárban a program kapcsán a 650 ezer forint értékben. A programnak ezen az éven lesz folytatása, most zajlik a második forduló lebonyolítása, most kerülnek kiválasztásra azok a könyvek, amelyek majd a márai listára felkerülnek. Most információim szerint több könyv kerül erre a listára, 500-500 darab könyvből lehet majd válogatni ezen az éven. Mit jelent ez a program a könyvtár dolgozóinak és a könyvtár használóinak, az olvasóknak? Bízom benne, hogy mind a két részről pozitívumot. Mi nagyon örülünk a könyveknek, természetesen hát nekünk ez a szakmánk, és az külön öröm számunkra, hogy az olvasóinkat minél szélesebb körben ki tudjuk szolgálni. Legnagyobb megelégedéssel azt tölt el bennünket, ha senkit nem kell elküldenünk azzal, hogy sajnos ezt a könyvet nem tudjuk adni, bár erre is megvan a megoldás, mert könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk szerezni, és az olvasónak biztosítani tudjuk, de ennek anyagi vonzata van. Tehát véleményem szerint az a legjobb, és az olvasók is így keresik, hogy rögtön a kezükbe tudjuk adni, tehát kézzel foghatóan, nem csak távlatokban, hanem per pillanat, akkor, amikor szükségük van rá, esetleg egy vizsgához, vagy más téren szükséges számukra a könyv, akkor azonnal a kezükbe tudjuk adni. Bízunk abban, hogy a program is felkelti az érdeklődők figyelmét, és hozzá kell tenni, hogy a könyvek árai nem csökkennek, hanem egyre drágábbak, tehát az olvasók rászorulnak arra, hogy nem megvásárolják a könyveket, hanem bejöjjenek a könyvtárba, és itt a széles választékból ki tudják választani a számukra megfelelőt, akár szép irodalom terén, tehát szórakoztató irodalom, amit elfoglaltságképpen olvasnak, vagy tanuláshoz és egyéb információgyűjtéshez, egy dolgozathoz tudnak használni. Azt már tudjuk, hogy a könyvtárak általában nem csak azzal foglalkoznak, hogyha az utcáról betér valaki, akkor egy jó könyvet adjanak a kezébe, hanem kibővült a úgymond szolgáltatás, hiszen rendkívül jó eseményeket, előadássorozatokat, író-olvasó találkozókat is szerveznek már a könyvtárak, és a művelődésnek egy olyan helyszínévé válnak, ahová szeretnek az emberek időről időre visszatérni. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár tavaly egy nagyon szép eseménysorozatba csöppent, ugye a város 750 éves évfordulóját ünnepelhettétek együtt más intézményekkel, de önállóan is rendkívül jó találkozókat szerveztetek. Hát mi ennek a mérlege, melyek voltak a legsikeresebb és legjobb programok az elmúlt évben? Nagyon szerencsés évet zárhattunk az elmúlt év során, mondhatom ezt szerencsésnek, mert illett két esemény, ahogy említetted, a 750 éves évforduló és a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázata, amely fedezetet biztosított nagyon sok programunk megvalósítására. Így olyan írók jöhettek el hozzánk, akikről korábban álmodni sem mertünk, hogy vendégül láthatjuk őket, például Jókai Anna, vagy a gyerekek nagy kedvence Bartos Erika, aki elvarázsolta a maga szerénységével és meséjével a gyerekeket, az apró gyerekeket, mert itt beszélhetünk bölcsödés és óvodáskorú és kisiskoláskorú gyerekekről, vagy nem feledkeztünk el például a helyi
szerzőkről sem. Csorba Csabát is így láttuk vendégül ennek a programnak a keretében. A város évfordulójához csatlakoztunk azzal, hogy Szatmári király Ágnes könyvének a bemutatója után egy közönségtalálkozót és a könyv illusztrációiból egy kiállítást szerveztünk. Vagy említhetem komáromi tanár urat, aki sárospataki illetésségű, de sátoraljói helyi diák volt, aki egy ismeretterjesztő előadást tartott. Itt meg kell említeni, hogy nagyon jó év volt abból a szempontból is, hogy sikerült a civilekkel és egyéb szervezetekkel a kapcsolatot erősítenünk. Az Újhelyi Diákok Baráti Körével például, vagy az Zemplén Térségi Katasztrófa Védelmi Szövetséggel. Nagy sikerű előadást tartott Földi László a polgármesteri hivatal dísztermében a világipari katasztrófáiról. Nagyon sokan voltak rá kíváncsiak. A programsorozatokat azért szeretnénk folytatni, mert az olvasók most már várják ezeket. Az a forrás megszűnt, ami eddig volt, viszont könyvtári pályázatok vannak, és bizonyos programokat támogatnak. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tavasszal és ősszel egy programsorozatot támogat például, amelynek keretében szeretnénk majd ezeket megvalósítani. Hagyományos adventi hangversenyt adott a zeneszerető közönségnek a Lavotta Kamara Zenekar. Az idén 25 éves évfordulóját ünneplő zenekar művészeti vezetője arról beszélt stábunknak, hogy a zene közösségformáló ereje hogyan segítette ezt a muzsikus közösséget. Debussyt idézte, a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. A következő percekben a koncerten készített felvételünket láthatják. Lavotta János Kamarazenekar születésnapjára emlékezünk minden adventi koncert idején, hiszen az 1980-as évek végén az első karácsonyi koncertet a pódium teremben adta a zeneiskola hangszeres csapata, és innen fejlődött mára folytonosan, mert egyetlen egy karácsonyi hangversenyünk nem maradt el. Ez a fentvaló kegyelme irántunk minden bizonnyal. Tehát mi most már azzal a 22 éves múlttal fogunk neki ezeknek a karácsonyi koncerteknek, amely már a mi felnőtt korunk is egyben zenei értelemben. A zenei anyagot pedig mindig úgy próbáljuk összeállítani tudatosan, hogy az ünnephez kötődjön. Az én személyes véleményem az, hogy egy ünnepet a zenével lehet igazán a maga emelkedettségében, fennköltségében kifejezni, és a hallgatók, a nézők valószínűleg ismerik Claude Debussy impressionista zeneszerzőnek azt a halhatatlan mondását, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. Tehát az adventi időszak amúgy is egy olyan befelé fordulást igénylő szakasza az embernek, amikor is mérlegre tesz sok mindent. Tehát nem a pláza hangulatát szeretnénk itt előidézni, illetve megidézni, hanem a születés misztériumát is egy kicsit, a bölcső jászol illatát, és erre vannak alkalmas zeneművek. Így a barokkor koncertó grosszói,
ezért a szerkesztésben ez egy fix pont. Ebben a programban is Corelli F-dur koncertok grosszóját adjuk majd elő, és ezeknek a karácsonyi koncerteknek van egy másik családi vonatkozása, amennyiben a muzsikusokat egy nagy családnak tekintem. Mindig bemutatunk egy-egy fiatalt. Úgy, hogy egy versenymű mögé állunk zenekari szempontból. Az idén Csoma Gábor gitárművész áll újra a pódiumra. Azért mondom, hogy újra, mert 3 évvel ezelőtt a Lavottaházban már egy szóló estjét hallhatta a zenekedvelő közönség. Brüsszeli tanulmányait befejezi Gábor, és a muzsikus pályáját kint folytatja, egyébként nem egyedüliként. Ismerünk számos sátoraljaújhelyi művészt, akik külföldön keresik boldogulásukat, ugyanakkor szívesen, nagy szeretettel jönnek a hívó szóra. Így Gábor is, és Vivaldinak egy olyan népszerű landversenyét játssz a gitáron, amelyre minden bizonnyal a közönség csettinteni fog. Hagyomány, hogy ezekben a műsorokban az Intervox, a város legszínvonalasabban dolgozó énekkara is helyet kap, hiszen a hangszeres zene mellett az ének szó az, ami ezt a bizonyos jászol illatot elő tudja idézni a hallgatókban. A zenekar nagy családjában nagyon fontos szerepet tölt be, a zenei ismeretterjesztés egyik legfontosabb személyisége itt a városban Fehérné Súlyok Éva. Én örülök annak, hogyha a közönség is észreveszi azt a tudatos szerkesztést, ami ezekhez a hangversenyekhez társul, mert a zenei ismeretterjesztés az nagyon fontos az itt élők számára. És erre hála Istennek Lukin László áldott emlékű tanár kollégánk és barátunk, miután egy évtizedet töltött a zenekar hangversenyeinek a környékén, Fehérné Súlyok Éva a zenekar alapítója, ketten maradtunk egyébként a 22 év alatt. Ezt a zenei ismeretterjesztést igényesen és nagyon rokonszenvesen, szép kiejtéssel oldja meg, úgyhogy egy ilyen programnak az ő műsor ismertetése egy külön zenetörténeti csemege. Ha már arról beszéltünk, hogy a zenekar egy nagy család, és így évvégén az adventi időszak arra is lehetőséget ad, hogy az ember egy kicsit visszatekintsen és összegezzen. Hogyan lehetett az elmúlt években úgy összetartani ezt a zenekart, hogy ne csak a karmester és ne csak a kotta tartsa össze az embereket, hanem ez az azonos hőfokon való izzás mindig-mindig jelen legyen a zenekar életében? Ez engem is foglalkoztat. Most tanában, hiszen egy olyan pontjához értem életemnek, ahonnan már a visszatekintés szinte kötelező összegzés folyik bennem is, mindannak, ami az elmúlt évtizedekben történt. A Lavotta János kamarazenekar élete tényleg egy család történet.
amiben van személyes példamutatás, az alapítók önzetlen példamutatása, mert köztudott, hogy ez az együttes mindenféle anyagi elismerés nélkül a szabad idejét áldozza, és kialakult ennek az együttlétnek az a varázsa, hogy ezt szívesen és önkéntesen teszi. Tehát aki nem érzi jól magát ebben a közönségben, nem is játszik. De ha valakit több tíz éve lát a közönség, akkor ők minden bizonnyal erre a tagságra, az együttmuzsikálásra büszkék, mert maguk is élvezik, és hadd jegyezzem meg, hogy egy hangszeres tanár számára ez a fajta muzsikálás a zeneművészet csúcsa. Tehát nagyon fontos a tanítás, de az igazi zenei élményt a közösségi muzsikálás adja meg, és így kapcsolódunk a zeneművészet magasságához, azokhoz a zeneszerzőkhöz, akiket nem csak szívesen hallgatunk hangversenyeken, hanem magunk is meg tudunk idézni. Tehát ebben látom a zenekar mai sikerét, és hát természetesen azok a szakmai sikerek, itt a 6 verbunkos CD zenetudományi fogadtatására gondolok. Tehát a zenekar megtette a magáét. Sándor és Dombóvári János kéthegedűs hangversenyét hallgathatják január 22-én 16 órától a Sátoraljaújhelyi Lavottaházban. Kedves nézőink, ez volt a Mecénás, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ugyanebben az időben számítok Önökre. Viszontlátásra!